Váljatok legendás bonsai mesterekké, és próbáljátok ki a bonsai társas játékot. Várj, ezeket a végén szoktam mondani. Na mindegy. Sziasztok, Jani vagyok, és ebben a videóban a bonsai című társas játékról szeretnék nektek egy kicsit beszélni, elmondani, hogy mit tud, hogy néz ki, és hogy kiknek ajánlom. Ebben a családi társas játékban mindannyiótoknak az lesz a feladata, hogy egy kis bonsai fát nevelgessetek, és általuk megnyerjétek a játékot. A mechanika nagyon egyszerű, a játéktér közepén lesz majd 4 kártya mindig, amiből egyet fogsz tudni választani, és annak végrehajtod a hatását. Kaphatsz lombokat, virágokat, vagy feltehetsz valamit a fádra, a lényeg az, hogy a körödbe vagy kártyát szerzel, vagy a fádat fogod bővíteni. A játék végén pontokat kaphattok a kész bonsai fákért, illetve a célokért, amiket a játék közben teljesítettetek. Említsünk pár szót a látványról is, ami egyrészt a dobozon és a kártyákon gyönyörű grafikákon tér vissza, másrészt pedig a kész bonsai fájtok által fog tükröződni. Ami lehet vagy nagyon szép, vagy nézhet ki úgy, mint egy gépfegyver. Mint ahogy nekem is sikerült legutóbb. A játékot bárkinek ajánlom, aki egy könnyen tanulható, könnyed családi vagy filler játékot keres, és nem ijed meg egy kis versengéstől, sőt mondjuk nagyon szereti a bonsájokat. Ha pedig tényleg szeretitek ezeket a kis bonsájokat, nézzétek meg a szabályfüzet végét, mert találtok ott egy kis történelmi bemutatót, illetve pár híresebb bonsájfajtát. A játékot egyébként 1-4 főig fogjátok tudni játszani, körülbelül 40 perc a játék ideje, és 8 éves kortól bárkinek ajánlom. Ezek után már nem is mondhatnék más, mint hogy váljatok legendás bonsai mesterekké, és próbáljátok ki a bonsai társas játékot. Jó játékot kívánok! Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nyomjátok meg a videó alatt a kis csengőt, hogy értesüljetek a legújabb tartalmainkról. Emellett elérhetőek vagyunk Facebookon, Instagramon és TikTokon is, ahol rengeteg tartalmat megosztunk veletek. Ha pedig szeretnétek az új akcióinkról értesülni, vagy az újdonságainkról, iratkozzatok fel a hírlevelünkre. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!